A legjobb 40 között már nem kapott díjat, de így is Európa 40 legjelentősebb múzeuma közé került a Gyulai Almási Kastély. Szombat este Varsóban rendezték meg az Év Európai Múzeuma díj kiosztógálát, ezek a felvételek is ott készültek. A prezentáció alkalmával Nagy Adrien néprajzos muzeológus mutatta be a kastélyt az Ince László által készített film kíséretében. Nagyon izgalmas volt számunkra, hiszen ezért mi bíztunk benne, hogy valami aprócska díjjal mégis visszatérhetünk Gyulára, de abszolút nem vagyunk szomorúak, hiszen olyan erős mezőnyben indult a Gyulai másik Kastély látogató központ, hogy maga részvétel is dicsőséget jelent. Don Bildikó azt mondta, ha egy kicsit sajnálják is, hogy nem kaptak díjat, az ott szerzett tapasztalatok kárpótlást nyújtottak. A rendezvényen Európa legmodernebb kiállítóhelyeivel ismerkedhettek meg, és tanulhattak a kontinens legnívósabb múzeumaitól. Nyelvtudás terén mi egy kicsit szerények vagyunk itt Gyulán, hiszen pár évvel ezelőtt még alig volt nyelvet beszélő ember a múzeumi munkatársak körében. Most már a kastély elindításával erre nagy hangsúlyt fektettünk, de hát nem olyan egyszerű ez itt nálunk, és ez egy fontos szempont lesz. egy Egyrészt nyelvtanítás is elindult a dolgozók körében, de nagyon fogunk figyelni arra, hogy, hogy igenis angol nyelvet beszélő munkatárs álljon a pénztárba, és ő fogadja a, a, látogatókat. A nyelvtudás fejlesztése mellett a közönség kapcsolatok és az ismeret átadás lehet a kulcs szó a következő időszakban. Emellett Dombi Ildikó a kastélyban az interaktivitás megőrzését, a többi kiállító helyen pedig a fejlesztését nevezte fontos feladatnak.